Üdv illő módon mindenkinek! Elérkezett a következő teszt ideje. Új helyszínre költöztem, ugyanis hát meló van, nem tudok ottan. Az nem tesztelési helyszín, azonban jó hír is van. Ide jött a 7-es napelem, és ráadásul a 8-esből is 7-es lett, tehát egy napelemet kihagytam. Per pillanat akkor azt jelenti, hogy van 3 kW körüli névlegesen, plusz 1,2 kW körüli névlegesen. Hát valamivel 4 kW felett vagyunk névleges teljesítménybe. 9 órakor még ez nem mutatkozik meg, mert elég jó kis délre néző stringek mondhatni. De azért már kapunk belőle elég rendesen. Még egy jó hír. Érkezett egy pár darab 100 amperes indító. Yaipei Yasaku. Nem japán. Nagyon fontos. Ugye ez csak teszt, tehát éppen ezért így ma megfelelő lesz. Nem a világ vége még a 100 amper akku, mert azért ez még közel se lenne. Tudja már rángatni a készülék, de azért 100 amper órát, ez még nem harmadt erre, ez egy 5 kW-os fogyasztásokat generáljál, meg mindent. Már azért ugye élethűbb teszteket lehet csinálni, mint mikor csak volt 4 darab 7 amperes. Na most wifi. Hogy itt van a kis wifi cuccunk, van benne egy csomó LED, stb. Akármi, ezt hozzácsatlakoztatod. Ennek borzasztó egyszerű a beinstalálása, ugyanis fogod magad, letöltöd a QR kóddal a SmartTest nevű alkalmazást, mikor itt bent vagy, akkor belész a wifi konfigurációba, ez a QE akármi, ez lenne a wifi kapcsoló, ez a kis kütyű, amit kaptál, ahhoz kell hozzácsatlakozni, nem a saját hálózatodhoz. Bemész a Network Settings-be, itt kiválasztod a Wi-Fi ikonra kattintva, ja, most nem tudom kiválasztani, mert én nem azon a hálózaton vagyok, ott kiválasztod a saját routerednek a nevét, beírod a jelszót, rányomol, hogy Settings, onnantól kezdve tudod egy ilyen Diagnose nevezetű dolgot csinálni, ott volt a Diagnose gomb, és azt fogod látni, hogy eltűnnek ezek a piros X-ek, ha jól csináltad, annyit fog csinálni mindösszesen, hogy az invertered a datalogeren keresztül, a routeren keresztül kilát az internetre. Ugye ez a nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye, hogy holra lennék csatlakoztatva, akkor nekem is kilátna. Ha mindezekkel megvagy, regisztrálni kell egy fiókot, tehát bevisz, hogy regiszter, és onnantól kezdve, ha beregisztráltad a fiókodat, nem félsz megadni az e-mail címedet és a telefonszámodat Kínának, akkor be is enged egyébként. Beloginnolsz. Itt nem fog megjelenni semmi a gyakorlatban. Azonban, ha rányomol erre a akármire, fel fogja neked ajánlani, hogy szkenneld be a QR kódját a kis wifi plugodnak, és onnantól kezdve lesz aktív ez az egész. Tehát egy valami ilyesmi kép fog fogadni, amikor ha mindent rendben megcsináltál. Ami mutatja, hogy mennyi jön be a napelemből, mutatja, hogy mennyi van a batteribe, hibrid, stb., mennyi jön a hálózat felől, mennyi megy a ház fele. Itt menet közben mindenféle fajta kis akármik vannak, vannak különböző csártok, meg akármik, ilyen olyan adatok, ilyen data, stb. Nem utolsó sorban a settings menüben minden állítható ugyanúgy, tehát be tudod állítani minden egyes akkuval kapcsolatos dolgot, ugye, hogy honnan töltsön, mennyit töltsön, milyen akkud van, mikor kapcsoljon ki, mennyi legyen a csepptöltés, mennyi legyen a gyors töltés, equalization, stb. Minden be tudsz innen állítani. Az fogadja is azonnal egyébként. Ez a dolog, ez a kis főképernyő, ez viszont ilyen 5-6 perces csúszásban van minimum. Tehát, ha most fogyasztok egyet, 5-6 perc múlva fogjuk majd meglátni, hogy éppen fogyasztások vannak. Extra lassú. Na, mindegy, nincs is jelentősége, működik, úgyhogy királyhoz kész. Én elfogadtam, hogy működik. Mivel most már fogyasztás is lesz, felszereltem a 100 amperes késes biztosítékomat. Hát egy slotot használtam el a háromból. Itt megmaradt ugyanaz a fajta, ami volt gyakorlatilag. És felszereltem ide elé még egy ilyen hagyományos kis megszakítót is. 3x25 amper tud ugye lekezelni, össze van hidalva. Ezt csak azért tettem ide fel, hogy menet közben tudjam majd lekapcsolni az akuimat. Tehát a normál körülmények között erre egyáltalán nincs szükség. Amire viszont van szükség,
mielőtt ezt a biztosítékot behelyezed a helyére. Egyrészt lehet kapni hozzá egy ilyen kézi kis fogót, amivel tudod kibe húzigálni. 48 voltnál nem fog megrázni, úgyhogy nem nincsen nagyon nagy szerepe. Ha nagyobb feszültségre alkalmazott, például napelemnél ezt a késest, akkor viszont már nem nyúlkálunk hozzá, akkor szigorúan kell az elszigetelt nyél. Az a fogó. Tehát anélkül nem fogod tudni behelyezni, ha nincs egy másik kapcsolót a gyakorlatba. És még egy fontos dolog, mielőtt ezt behelyezed, elő kell tölteni a kondenzátorokat. Azaz, azt jelenti, hogy például fogol egy izzósort, legalább 2 darab 12 voltos izzóból álljon a sor, és akkor odaérinted, meg odaérinted. És egy apró szikrázás plusz izzó felvillanás keretében feltöltődnek a kondenzátorok. Ha ezt egy ilyennel próbálod meg megcsinálni, csak azt fogod csinálni, hogy felkattintod, és így lepattan magától. Tehát akkora áram szalad be, hogy feltöltődik a kondenzátor, hogy leveri. A 75 ampernyi biztosítékot képes leverni. Na, ugye 24 voltnál is így kell eljárni egyébként. Na szóval, nekünk itt most üzemel a rendszer, illetve nincs bekapcsolva, mert mi a fenének legyen bekapcsolva, majd most be van kapcsolva, van akku, és van napelemünk is természetesen. Tehát a gyakorlatban akár tudjuk indítani a fogyasztónkat. Házmester 1 kW-ton, persze oda lépünk, hogy azt mutassa nekünk, 1,22 kW jön be a napelemből, fogyasztási oldalon, és a fogyasztási oldal érdekel jobban, 1,05 kW az, amit per pillanat elfogyasztunk. Fűtünk a házmesterre nyáron, nagy vétek, de most ezt van, nem érdekes. Kettes állásban 2 kW fölé felmegyünk gyakorlatilag, amint látható már hozzányúlt az akkuhoz is, azonban csak amíg elindult, és utána már megint az akut visszacseptölti. Szépen csendben. Na hát ugye ilyen apróságokat ugye viszonylag könnyedén el tudunk indítani, azt még elbírja a régi inverterem is. Mi a helyzet a légsűrítővel? Na ez itt a nagy kérdés. Per pillanat ez fel van töltődve, 6 bárom van, úgyhogy ebből engedek ki egy kis levegőt. Ezt meglátjuk, hogy elindítja egyáltalán a gép, vagy nem. Ha elbírja indítani, akkor esetleg mivel tudja még párhuzamosan elindítani. Ugyanis a légsűrítő nagyon nagy áramfelvételű dolog, de csak az induló árama nagyon nagy, amíg elindul. Mikor elindult, akkor már 2 kW alatt van, 1,7-1,8 kW körül. Ugye nyilvánvalóan gondolom úgy változik a terhelése, hogy éppenséggel 6 bárnál jár, vagy csak 3 bárnál jár. 3 bárnál nyilván kevesebbet fogyaszt, mint hogyha 6 bárt kell tölteni. Gondolom én legalábbis, hogy az eddigi méréseim alapján. Leengedtem, hát pontosan, egész pontosan 4 bár per pillanat az, amin van. Ez időre már be kell neki indulni szigorúan. Ide csatlakoztatjuk szépen a készüléket. És akkor első körben azt lássuk, hogy egyáltalán beindul-e. Ó, hát simán. 1,8. Várjál, megállítom. Adlám. Indulás pillanatára vagyok, ugye én nagyon kíváncsi. Íh, 3,8 kW. 3,8 az indulás. Az kemény. Ha nem mondom, beröffenti. Egyébként sokan adtatok rá tippet, hogy a motort le kell venni róla, újra kell tekercselni, mit tudom én, meg kisebb motor, meg stb. Én azt mondom, hogy ami valami jól működik, addig azt nem bántjuk természetesen. Hát az, hogy egy kicsit kemény a dolog, az egy dolog. Ezt egyébként meg lehetne másképpen is oldani, amire már van ötletem egyébként, hogy hogyan fogom tudni ezt megoldani. Ugyanis például feltöltöm ezt a kompresszort, és egy másik kis kompresszorral rádolgozok ugyanarra a hálózatra, azaz párhuzamosan lesz kötve 2 kompresszor. Onnantól kezdve a kicsi kompresszor fog csak járni, amikor ez egyszer feltelt. Na, több lesz a levegőtartalékunk is, meg egy kisebb teljesítményi kompresszort, meg beránt a másik is se perc alatt. Amire kíváncsi vagyok, mi van, ha én itt csinálok egy alapfogyasztást, mondjuk 1 kW-ot a gyakorlatba, ugye házmester, és ráindul a kompresszor, mert pont most fogyott el a levegő. Hát nem.
így már nem megy. Határozottan nem megy. Na, mit kapcsoljak le neked? Aha, napelem oldalt kellett megszakítani, ahhoz, hogy leálljon. Ja, vissza is kell kapcsolni. Igen. Na. Határozottan, ugye ez megrántja 3-8-al, amit láttunk. Ez lehet, hogy még több is volt a valóságban. És 1 kW, 3, 8, 4,8 kW. Hát még éppen el kéne bírja, de igazából mégse bírja el. Kemény fogyasztó, azért ez a légsűrítő nagyon-nagyon kemény fogyasztó. Azonban nézzünk valami olyasmit, amit esetleg elbír, próbáljuk meg kimaxolni a dolgot. Hozok ide még egy valamilyen nagyon nagy fogyasztót, mármint esetleg úgy, hogy már menjen a kompresszor, meg ráindítunk egy házmestert, meg ráindítunk még valamit, hogy elérjük az 5 kW körüli teljesítményt. Itt gondolkozok, hogy milyen fogyasztót tegyek rá. Hát ott egy hatalmas, egy puffertartály, van benne egy másfél kilovattos fűtőszál, hát meddig tart rá csatlakoztatni. Lássuk akkor, hogy elindítjuk a kompresszort, elindítjuk a házmestert 1 kilovatton. Három kilovattnál járunk, és elindítunk rá egy fűtőszálat. 4,4 kW-nál járunk, és ráindítjuk a izét fel. 5,4-5,5 kW. Veri. Igaz, hogy az akukat tesszük meg fele, de veri. Na. Kérem szépen. Egy ilyen perhelést akartam rá tenni, hogy lássuk, hogy mi merre hamméter. Ezt nyilvánvalóan örökké nem fogja elvinni, de azért részlegesen, időben részlegesen el kell neki vinni szigorúan. Mondjuk a 100 amper akku kevés, ezek is véletlenül kellett volna, de több. Na most, hogy így vége szakadt a kompresszornak a feltöltésének, így már vígan viszi a 3 kW-ot, még mindig fogyasztunk az akkuból is egy kicsit. Tehát még nem kapunk ilyen, ikkor 23 ampert fogyasztunk az akkuból. Hát az már nem olyan sok végül is. 190 volt környéki feszültség jön be, 12 ampert kapunk. Hát nem rossz, azért nem rossz. Jó az. Még azért nem kapjuk tökéletes szögbe a napot. Na. És akkor ahogy csökkentjük le a fogyasztóinkat, úgy fog majd szépen eltűnni a fogyasztás. 1,39 kW-ot teszik a középső fűtőszál. Most azt csatlakoztattam oda be. Jó, rendben. Én elfogadom, egyébként szerintem ez a teljesítmény egész jó. Tehát arra feladatra, amire vettem az invertert, arra feladatra maga a tökély. Jöhet a következő teszt. Ugye gyakorlatilag láttuk, hogy működik ez a dolog akuból és napelemből, ha tudjuk fedezni a fogyasztásunkat. Most nézzünk egy másik módot. Mi történik akkor, ha mondjuk azt kisebb próbálom egyébként, hogy működik az a része, hogy bedugom hálózatba és bypassba, szív a hálózatból egy az egyben mindenféle gond nélkül. De csináljunk egy olyat, hogy akuk nélkül mit tud a készülék, ugyanis ilyen opció is van. Fogom magamat, lekapcsolom az invertert, simán elbontottam az akukapcsolatot is, de így azért szebb a dolog, hogyha én itt lekapcsolom. Elveszem tőle az akut. Persze a kondenzátorokban van villany, és lesz is, ameddig a napelemet nem veszük el tőle, de mivel most tesztelünk, éppen ezért megmutatjuk neki azt, hogy nincs aku, tehát innentől kezdve ugye nem indul a rendszer. Ennyi. Ennyi villany volt a kondenzátorban. Na, adjunk nekik napelem stringet, akkor hadd örüljön a gép. Mutatja, hogy nincs aku, villog a BP felirat. Attól függetlenül a kapcsolat össze fog állni.
és a 230-as kimenetünk rendelkezésre áll. A BP azt meg fog villogni folyamatosan. Na, lássuk akkor azt, hogy mi történik akkor, ha egy wattos értéket akarok látni fogyasztási oldalon. Mi történik akkor, ha akuk nélkül használjuk a készüléket? Kompresszort nyilván nem fog beindítani, ez tény. De nézzünk egy házmestert. Ez mindenféle gond nélkül elviszi. Meg se kottyan neki. Hadd lássuk, hogy kettes állásba elbírja. Kettes állásban nem kap annyi tartalékot hirtelen, tehát nem tudom hirtelen felfutni a napelem. Még ebbe az órába, 9 óra környékén, napelemből ennyit nem kapunk, úgyhogy több napelem állna rendelkezésre, legalább 5 kW, akkor lehet, hogy meg ha jobban lenne tájolva, lehet, hogy akkor működne a dolog. Elvileg magától is újraindul, de nem akarok várni itten rá egy fél percet, vagy nem tudom mennyire van beállítva, inkább újraindítom. És akkor nézzük a következő kísérletet, ami úgy hangzik, hogy tud olyat csinálni a készülék, hogy egyszerre dolgozik napelemből és hálózatból. Ugyebár ilyenkor jön az a kérdéskör azok számára, akik azt mondják, hogy ez betáplál. Ez nem táplál be. Pontosan ez lesz most a fő lényeg a sztorinak. Össze fogom kapcsolni a két invertert. Ezt az invertert összekapcsolom a meglévő 24 voltos inverteremmel. Nem a hálózattal fogunk játszani, még véletlenül sem. Már csak azért sem, mert így legalább kiderül, hogy betáplál vagy nem táplál. Mert ha betáplál, az az inverter fog állni. Tudjuk, hogy kisegítő inverterrel működik, de ha nem tudja hova tenni a villanyt, akkor ott felszalad a feszültség és letilt. Ugyebár itt ilyen opció nincs, ugyanis a készülék fel van szerelve ezzel a tudománnyal. Méghozzá nagyon egyszerűen oldották meg, ami tényleg logikus és teljesen jó is. Az inverter nem táplál be a hálózatba, csak összeszinkronizál vele. És ha fogyasztol, a hálózatot rántja meg először, és szépen dolgozza le a különbséget 100-valahány wattig. A 100-valahány wattot viszont mindig a hálózatból fogja venni, és csak a többit egészíti ki a napelemből. Hiába van 5 kW napelemed, és 1 kW-os fogyasztód, akkor is 100-valahány wattot a hálózatból vesz. Így tudja elérni lényegében, hogy nem táplál be, csak kisegít. Tehát erre a dologra úgy lehet tekinteni, minthogyha egy limiteres invertered lenne. Tudod, vannak ezek a betápláló inverterek, grid tie inverter, és van olyan, hogy with limiter. A limiter az azt csinálja, hogy megnézi azt, hogy mennyi az aktuális fogyasztásod, és ő csak kisegít. Tehát nem küldi be az összes energiáját, ami van. Csak törekszik arra, hogy minél kevesebbet használjon a hálózatból. Ez is ugyanazt csinálja gyakorlatilag, és bármennyi sok napelemje van, 100-valahány wattot mindig a hálózatból fog venni. Na ezt most fogom most demonstrálni is. Ide készítettem egy fogyasztásmérőt, amit láthatom 0 wattot mutat per pillanat. Hozzá fogom csatlakoztatni akkor az inverteremet, most így live, 1:1-be. Na és akkor reménykedjünk benne, hogy hajlandó lesz majd így ebbe a pozícióban megmaradni, ahogy leolvasható értékünk is legyen. Már is fogyaszt a hálózatból 37-39 wattot. És itt megjelent nekünk az ikon, hogy dolgozik a hálózat és dolgozik a napelem is együtt. Jelen pillanatban, ha fogyasztást kezdeményezek, nézzük a házmestert 1 kW-on. Ugye akkor, amint az látható, későn jöttem ide, megrántotta a hálózatot, és utána szépen kezdi ledolgozni a dolgot, de valamennyi mindig a hálózatból jön. Hiába van napelemből elegendő, sokkal több, nem nullázza ki. Ha ezt feljebb kapcsolom, akkor is a hálózatot rántja meg, megint megrántotta kicsit a hálózatot, és utána elkezdi szépen ledolgozni a különbségeket. És megint megmaradt 120 watt körüli érték, 110, a 120 watt körüli érték. Kimenő oldalon meg 1,9 kW-unk van. Természetesen, ha túlterheljük most ezt a dolgot, akkor az inverteremet fogom túlterhelni, ugyanis onnan kapjuk per pillanat a hálózatot. Ezzel a dologgal 200 wattra nőtt az aktuális fogyasztásunk. Tehát a rendszer jól működik, és hogyha megáll a fogyasztónk véletlenül, akkor se az történik, hogy akkor ő elkezd gyorsan betáplálni, mert ugye nem tud mit kezdeni a izeivel, de figyeld meg, szépen lekapcsoltam.
és nem történt az, hogy betáplált, vagy nem tudom mit csinált, vagy akármit csinált. Meg tudjuk azt is nézni, hogy visszaindítom például 1 kW-on. Most megint látjuk, hogy megint megrántotta, szépen dolgozza le a különbséget. És most azt fogom csinálni, kihúzom onnan a konnektorból. Alias, elvegyük tőle a hálózatot, mintha egy áramszünetet generálnánk, hogy akkor mi történik. Fennmarad a szinuszjel, vagy nem marad a szinuszjel. Figyelj, most kezdem majd kihúzni. Ahogy a hálózat elment, azonnal lekattant a relé rögtön, és nem maradt fent itt semmi. Ha visszadugom, észreveszi, hogy megint van bypass, és megint ugyanúgy ledolgozza a különbségeket, csak itt közben az óra az mindig átáll kilowatt értékre. Tehát nem táplál be. Ezáltal a két invertert akár még párhuzamosan is lehet kötni. Hát nem párhuzamosan dolgoznak végül is, mert ugyebár az induló teljesítményt azt ő tőle veszi, mindenféleképpen. Ő meg csak kiegészít, de alapvetően, hogyha egy nagyobb inverterhez csatlakoztatjuk hozzá, meg lehet azt a dolgot csinálni, hogy azt az inverter csak kicsit megrántja, mondjuk 2 kW-os fogyasztónál ilyen 1 kW-tal legalább megrántja, és utána, ahogy bejön a napelemből a fény, tehát ahogy elkezdi feldolgozni a napelemből érkező villanyt, szépen ledolgozza, egy az egybe ledolgozza a felvett teljesítményt. Tehát így működik akku nélkül is a rendszer. Nagyon jó kis cucc egyébként, ugye 5,5 kW-ot valóban le tudja adni, még 100 amper akku segítségével, és elég gyenge napállás mellett is tudtuk ezt produkálni. Ugye napelemből nem jött be, csak mennyi volt az, az a csúcs. 12 ampert láttam egyébként rajta, és valami 200 volt körül volt, valamivel alatta volt egyébként akkora terhelés hatására. Na de ez a napelemszög, ahogy fog még javulni, akkor gyakorlatilag ez az egész, ez még fog mindenféleképpen jó irányba javulni. Összegezve azt mondom, hogy elégedett vagyok az inverterrel, 100%-osan, tudja, amit kell, hát a légsűrítőnk sokat eszik, de hát aztán ez sokat eszik a hálózatból is. Gyakorlatilag, hogyha elkezd el autót tölteni 10 amperrel, és rárántod a kompresszort, a hálózat az nem csinálja azt, hogy lesipol, hogy hallod, nincs elég villany, hanem csak a kompresszor nem indul el, és itt ezt a kis biztosíték jellegű kis valamit kilöki olyankor, egyszerűen nem bír elindulni. Tehát így próbál, teker, nálam itt az inverter ebbe a tesztbe is megvolt, tehát az inverter mondta azt egy idő múlva, hogy na azért ezt már ne. Ez már kínzás, és kilöki, ahogy mondják ott. Itt most nem lökte ki, a hálózat viszont nem mondja azt, hogy mi van, csak elkezd hatalmas nagy feszültséges és kerekedni, ami által ugyebár nem bír beindulni egyszerűen. 16 amperes biztosíték mellett mondom ezt gyakorlatilag. Szóval a készülék nem rossz, magyarán mondva. Egyáltalán nem rossz, tehát tudja, amit kell, és lehet, hogyha egy kis akutartalékot még mellé csapunk, hogy tudja azokat az akukat rendesen megrántani, mert azért, hát na, 100 amper, meg stb. Itt azért még mindig vannak olyan kis korlátok, hogy ez a biztosíték is olyan, amilyen, ugye? Nem tud túl sokat venni, vékony a kábel is gyakorlatilag. Direkt vékonyra van hagyva, hogy az akukat is ne tudjuk ugye túlságosan meríteni. Tehát azért ki van ezt tanálva, majd a végén erősebbre kell csinálni egy jó kis vastagra, legalább, hogy ettől még vastagabb is mehet. Sőt, hát ez most 10-es vezeték gyakorlatilag, miről beszélünk, hát 25-öst mondtam, 25-ösben legalább gondolkozni kell minimum. És akkor így a végére egy visszaindulás demonstráció, azaz nem pattintjuk be a biztosítékot csak így, hanem előtöltjük a kondenzátort. Na, így ahogy van hálózatostól szakli-pakli. Lássuk akkor, hogy miként működik ez. Gyakorlatilag idehoztam ezt az izzósort, nem tudom, hogy látszik-e vagy nem. A lényeg az, hogy ugye feltöltöm a kondenzátort, és csak utána fogom felkapcsolni. Tehát így az izzósor felvillant. Egy ellenállással is meg lehet ezt csinálni, elő van töltve. Innentől kezdve fel tudom kapcsolni az egész rendszert. És akkor, mikor felkapcsoltam, egy idő múlva a rendszer észre fogja venni, hogy figyelj már, megjelent az akku.
és el is kezdi tölteni, hogyha úgy érzi, hogy az tele van, ugye valami így fogyasztottunk belőle, hát csak feszültséget kipautolja lényegében, nem egy olyan túl sokkal, 500 watttal tölti, azt mondja, 6 amperrel gyakorlatilag. Na, így már pontosabb azért, 500 watt az nem 6 amper valahogy, de vége idejése. Na, a lényeg az, hogy most itt feltölti, teljesen. Ugye, amikor teljesen feltöltődik, akkor szépen fogja magát, és a bypass lekapcsolja egy az egybe. Nagyon-nagyon fontos, már el is érte ugye azt a töltöttséget, hogy azt mondja, hogy nincs szüksége a hálózatra. A sok teszt mellett most egy kis gyakorlati példát fogok mutatni, hogy elkezdtem tölteni a saját gyári töltőjével a gyakorlatban. Ide van szépen csatlakoztatva, háromszor másfeles a hosszabbítónk. Most kötöttem be, úgyhogy láttam, hogy annyi. Nem csak ráíró volt. A fő lényeg azonban az, hogy az új inverterről töltünk, és a régiről egyben, akuk nélkül. Amint ez látható, kimenő teljesítmény 2,11-13 között ugrál. Érdekes, hogy a másik fogyasztás mérő az, hogy 2 kW-ot mutathat, 2040 watton ugrál. A fő lényeg az az viszont, hogy gyakorlatilag PV-ből bejön 230 volt, 9 amper körül, 2 kW-ot fedez a napelem, a többit kéri a másik inverteremből, amit szintén meg tudunk lesni. Azaz, összesen fogyasztunk innen 250 wattot. Nyilvánvalóan, ha jön egy felleg, akkor minden ráhárul egy az egybe, aki takarja a napot, de ameddig nem takarja ki, addig itt ő szépen csak besegít valamennyivel. Itt meg ugye szépen történnek a dolgok. Na, jó dolog ez azért, én szeretem nagyon az ilyen különlegessége, 38%-os csak a terheltség. Aztán mekkora, komolyan, szinte 16 amperre is tudnák tölteni, mindenféle gond nélkül. Na most azért nem fogom előre hozni a állítható töltőt. Jó van ez így, hadd menjen. Elég vastag a vezetékünk ahhoz, hogy ne legyen probléma. Úgyhogy itt is hagyom, hadd teljen felfele. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyakorlatban ha az akut rákapcsolod, akkor a bypass már nem úgy fog viselkedni, hogy napelemből és bypassból tud kiegészíteni, akkor gyakorlatilag a bypass visz mindent. A napelem nem tud olyankor besegíteni, amikor van akku a rendszerbe. A napelem és a hálózat csak akkor tud összedolgozni, hogyha nincs akku a rendszerbe. Na, ez fontos volt ugye megjegyezni. Használgattam itt gyakorlatilag a készüléket, én már majdnem egy hete. Hát így hosszabbítóról csinálgattam róla ezt-azt, akkúval is, akku nélkül is, tehát így nézegettem, tesztelgettem, hogy mégis mi merre hámméter. Azt vettem észre, hogy amikor a hűtés megy, nagyon jó minden, nagyon szép. Azonban, ha csak készenlétbe várakozunk, akkor gyakorlatban ugye 1 ampert vesz ki az akkuból, elég sokat egyébként, megjegyzem, elég sokat. Hálózatból láthattuk, hogy mennyit vett ki, van szerepel a videóban. A fent, jobb oldalt viszont valami alkatrészek nagyon-nagyon melegednek. Ha megfelelően megmelegednek, akkor beindul a ventilátor és lehűti magát. Én a gyakorlatban nem várnám meg, hogy eltüzelje magát, hanem szépen ide erre a pontra egy 88-as ventilátort 5 voltról járatnál, ki 12 voltos 88 centis ventilátort 5 voltról járatva. Nem tudom, hogy az USB port ad-e vajon annyi villanyt, vagy nem. Ha ad villanyt, akkor közvetlenül saját maga el tudja hajtani. Ilyen amolyan kényszerhűtéshez egy az egybe. Tehát ne bízzuk a véletlen kategóriára, tolja rajta nyugodtan átfele a levegőt, ha megjár benne a ventilátor, úgyis innen szív lefele, meg ugye a másik oldalról lefele. Na ennyit kívánok hozzászólni. Nagyon jól működik a gépezet, tényleg tökéletesen. Az úgy megy, ahogy kell, szó szerint, egy az egybe. Hát, álom. A márkanévről meg nem tudok mit mondani, valahol Povland, van ahol Eosun, van ahol J&S, meg mit tudom én, meg stb. Meg kismillió típus van, ami mind ugyanezzel a specifikációval rendelkezik. Csak más matricát ragasztanak rá.
és lehet, hogy egy készülékről van szó, lehet, hogy nem. Nem tudom pontosan, valaki majd megfejti a dologba. Remélem, hogy tudtam valamit segíteni ebben a videóban is, a következő videóig is. Na csá!